A szezon két hazai meccsét a MAFSZ és a Pécs ellen megnyert a Nyíregyházi együttes, amelyre szombaton vár az eddigi legnehezebb feladat. A szombathelyiek jól kezdték a bajnokságot, kedden a hatodik fordulóból előrehozott Zalaegerszeg elleni győzelemmel már negyedik sikerét aratta Kálmán László együttese. A nyíregyháziak szakmai igazgatója Sitko Ernő számára nem ismeretlen korábbi válogatottbeli társa stílusa, amely jellemző az általa irányított csapatra is. Ő ugye nyílt sisakos kosárlabdát játszott játékos korában is, és edző korában is. Ez azt eredményezte, hogy általában 110-100-ra nyert a Falcon mondjuk hazai pályán. Nagyon bízom benne, hogy ezt ellenünk majd nem fogja tudni megmutatni, és hazai pályán mi bátran játszva, önbizalommal játszva meg tudjuk venni majd a Szombathely együttesét. A nyíregyháziak irányítója Busz Iván az előző szezonban Szombathelyen játszott, így jól ismeri a szombati ellenfelet, annak ellenére, hogy kevesen maradtak a tavalyi keretből. A magyar magból is sokan távoztak, a Perzoli ment ki Olaszországba, egyik legjobb játékosuk Viltomi. Én is hazajöttem Nyíregyházára, a légiós meg pedig teljesen kicserélődött, úgyhogy mondhatni, hogy egy vadonatúj garnitúra vágott neki ennek a szezonnak, amit úgy tűnik, hogy egész jól összerakott Kálmán Laci, mert tavaly sok kritika érte a csapatot azért, hogy nagyon Kálmán Lacis volt a játéstílusuk, ami azt jelentette, hogy mindig egyel többet próbáltunk dobni az ellenfélnél. Idén ez úgy tűnik, hogy változott valamilyen szinten, hiszen most a hétvégén fektették két vára a Paks csapatát, aki egy nagyon erős csapat hazai pályán, mindössze úgy, hogy 61 pontot kaptak, ami nem kis teljesítmény, úgyhogy úgy tűnik idén a védekezésre is nagy hangsúlyt fektetnek, úgyhogy kemény összecsapásra van kilátás, hazai pályán mindenféleképpen szeretném megnyerni a találkozót, és reméljük, minél többen kilátogatnak a mérkőzésre. A Marsó Nyíregyháza szombathelyi mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21:30-tól láthatják az összecsapást.